Az önkormányzat a szociális munka napján az Óbudai Kulturális Központban köszöntötte a kerületi szociális területen dolgozó munkatársakat. A kormány 2016-ban döntött a szociális munka napja ágazati hivatalossá tételéről. A hajléktalanokon való segítségnyújtás is a szociális területen dolgozók feladatai között szerepel. A krízis helyzetekben is az emberi méltóság megőrzése a legfontosabb. A hajléktalanság felszámolása jogállami keretek között illúzió, ezért helyesebb, ha a hajléktalansággal szemben esélyteremtő szolgáltatásokkal, szertágazó támogatásokkal vesszük fel a harcot, mert csak így adható vissza az elveszített emberi méltóság. A II. Világháború után az a mondat hangzott el, hogy aki megment egy embert, egy emberi életet, az megment egy világot. Hát az önök munkája is ehhez kapcsolódik, minden ember értékes, minden ember értékessé válhat, minden emberben benne van az a remény, hogy hasznos, jó, segítőkész, szerető emberré tud válni egy közösségben, ha segítünk neki. A szociális munkanapja alkalmából az önkormányzat a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjat idén dr. Jászberényi Józsefnek ítélte oda. A díjat az Óbuda Békásmegyeren élő idősek képzéséért, a komplex szenyor képzések hazai elindításáért kapta. Az ő nevéhez fűződik a Zsigmond Király Főiskola kutatócsoportjának munkája. A felmérésük nyomán elsőként az országban 2011-ben megnyílt a Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája. 5 kerületi szociális területen dolgozó munkatárs polgármesteri dicséretet, 4 pedig intézményvezetői dicséretet kaptak. A rendezvény Gájer Bálint és zenekara koncertjével zárul. Nem kérek más, semmi más,